A fürdő mellett a tó szomszédságában állnak a kis facsemeték. Itt tartotta meg az önkormányzat azt az ünnepséget, amelyen elsőként a polgármester köszöntötte a családokat a családok évében. Ez a mai rohanó világban egy nagyon fontos alapérték, bár a világ folyása és a világ változása az egy kicsit másfele indult el, de azt gondoljuk, hogy mégiscsak ez az az alapérték, az az alapegység, ahonnan mindenki indul és ahol minden eldől. Hogyha nézünk egy várost, vagy akár egy országot, vagy egy kontinenst, ez a legkisebb egység, a legerősebb egység ahhoz, hogy építkezni lehessen, és minden itt dől el. Az ünnepségen részt vett a Kopp Mária Intézet a népesedésért és családokért elnök helyettese is, aki szintén hangsúlyozta, különleges évben születtek ezek a gyermekek a családok évében. Minden gyermek egy kincs és hatalmas öröm, kezdte beszédét dr. Molnár Balázs. Ennek a közös élménynek a megélését kívánják elősegíteni a Családok Éve rendezvényei országszerte. A családok védelme és a családok jólétének szolgálata az állam, az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek, a média és a gazdasági szereplők közös felelőssége. 2010-es év mérföldkő volt a családpolitikában Magyarországon, azóta a kormánynak az a célja, hogy minden kívánt és tervezett gyermek megszülessen, és ezt számos intézkedéssel próbáljuk elősegíteni. Elég, hogyha az adókedvezményekre gondolunk, az ingyenes óvodai ellátásra, fokozatosan bővülő bölcsődei ellátási lehetőségekre, vagy a CSOK kiterjesztésére. A családokat köszöntötte, és a nemrég született kisgyermekekre kért áldást Szlaukó Orsolya evangélikus lelkipásztor. Arról is beszélt, fontos látnunk, hogy a gyermek maga a remény. Hogy meglássuk bennük az új jövőt, a reményt, hogy meglássuk bennük, hogy érdemes küzdenünk, hogy érdemes megküzdenünk mindenféle nehézséggel, hullámvölggyel, mert azt hiszem, hogy az Isten ehhez kapaszkodót és erőt ad nekünk. Az ünnepi beszédet követően a Magyarok Nagyasszonya katolikus óvoda apróságai mutatták be műsorukat. Legyen a neve Dorottya! Dorottya felmászott a toronyba! Ezt követően helyezték el a családok a babanemének megfelelően kék, illetve rózsaszín selyemszalagokat a fákon. Azokon a fákon, amelyeket a remények szerint minél többször, minél többen meglátogatnak majd, hogy lássák, gyermekükkel együtt hogyan nőnek ezek a növények is egyre nagyobbra.